Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai kérdezfelelekben, vagy Q&A-ben, ahogy amerikaiul hívjuk. Ez egy kicsit rendhagyó adás lesz, mert felvételről fogjátok látni, de mindjárt meg is magyarázom, hogy miért. Illusztris vendégeink vannak, Vasil Zsolt és Varga Cigány Zoli, és ez a történet ez úgy kezdődött, hogy tulajdonképpen ez Zsoltnak egy meglepetés, hogy a Cigi vállalta és eljött, mert köztetek van egy nagyon jó baráti viszony, csak már meglehetősen régen találkoztatok személyesen. A Zsolti végig nem tudott semmiről, hogy így van? Ez így van. Hogy ide kéne jönni, és itt fogunk majd beszélgetni, és hogy a Cigi is jön, azt hitte, hogy tök véletlenül találkoztak, de nem. Ez így volt megszervezve bokros teendői mellett. Úgyhogy én vagyok az most, aki helyettetek kérdezni fog, de nyugodtan oda a kommentmezőben már nyomjátok be, úgyis mindenki olvassa. Meg iratkozzál föl, meg megy a csöngő. Igen, megy a csöngő, így iratkozzál föl. Nem meleg kanapé, mert most az a divat, hogy meleg kanapén ülnek az emberek. Tényleg? Ilyen, hogy hívják be? Ilyen kérdez fel. A meleg kanapé az nálad rózsaszint jelent, vagy fűtötted? Nem, hanem fűtötted. A Ferenc barátom, Nagy Fer barátom is volt egy ilyen. Jó, na mindegy, jó, igen, tessék, jó napot. Na, szóval a történet az ott kezdődik, én már közben Zsoltival beszélgettem idekint, hogy te sokat emlegetted a Zsoltit, legutóbb is, amikor találkoztunk, akkor te ugye épp kórházban voltál, mert küzdöttél a Covid-dal. A ti történetetek az ott kezdődött, hogy valamikor régen Miskolc rally, te egy komálós voltál, és akkor hogy is volt ez, Zsolt? Komálós volt, tehát hagyd szóljak már vele, mondjál. Takonya lett a zsíros kenyeret, akkor volt, mikor kijött a gépátvétel, és a zöld zsiguli. Minden gépátvételre kijött egy pár éven keresztül, és csak 30 év. Így van, 30 év. De jó. Igen. Pontosítanék ezen egy kicsit, 2003 Miskolc rally, már akkor BMW volt, és SMS-eztünk előtte, vagy kétszer, és mondta, hogy ja igen, te írkálsz, mindig jó. És akkor utána fél évre, vagy 3-4 évre szintén mentek a SMS-et, és akkor írtam 10-et, válaszolt egyet. Tehát ez volt a tendencia, de ez semmi nem volt, örültünk neki, benne volt 5 évig a telefonban, hogy ő válaszolt nekünk, úgyhogy ennek örültünk, és egyszer meghívott magához egy hétvégén, én azt elfogadtam. Utána elhívott tréningezni, meg felajánlottam, hogy akkor lakhat nálunk, és így indult az egész. Így jó, Cigi, és azóta te vagy a... Így van, nem, hát igen, igen, hogy lehetne tréningezni, mert ha beülsz oda, és nem hányszom össze. És működik, akkor mondom, jó. De akkor már lejöttek, akkor már lakhattok nálunk, és örömből jött. Így, akkor a telefonnal töltött lovat tettünk a grillen később, meg mi. Szerintem pár tréninget. Négy vagy öt volt, igen. Mikor volt autójára Miskolc rallin részvevőként? Nem tudom, mert nálam olyan gyorsan mennek az idők, minden olyan, mint hogyha ma lenne, teljesen ma lenne, és aztán kiderült, hogy nem. Érted? Tehát 2003-ban már megvolt a BMW, atya úristen, az egy év múlva 20 év, azt most Jézusom, vettem. Tényleg. Most vettem. Na, most érted? Tehát bármire így belegondolsz, mert énkor már retro az ember, meg ezek a nosztalgiák, és a könyvvel csordul az arcod. Elhagy mindent. Meg. Nosztalgikus igen. Vagy amúgy, vagy még azért... Igen, Ákos hallgat, ilyenek volt. Van, jaj, nem. Nem, az az esküvőkön van az a zene. Nem, de jól esik, igen, de nem tudok így. Tehát mivel még mindig nálam azt gondolom, hogy van előre, meg mindig előre gondolkodok, még nem ülök be még, és nem rugdos a... Még nem hint a székbe, magyarázom. Nem, semmi. Tehát mindig van egy csomó dolog, ami ennél sokkal több. Tehát most például, nem is mondom el, mert akkor igen, elterjed még mindent. De majd én úgyis meg fogom kérdezni. Jó, tehát HTP-sre csinálom most az autót, mert ugye E36-os műszerfalam volt benne, meg alulról nyomkodtam a pedálokat, most fölülről nyomkodom. Ez nem is tudom neked elmondani, hogy milyen posztba kell most 72-nél tartok bebújnom fejjel lefelé, hogy azt ott meg tudjam oldani úgy, ahogy kell, mert én csinálok mindent, tehát megheftelem, és akkor elmegy a lakatos körbe. Ahhoz, hogy historik papírod legyen, ahhoz nem lehet benne olyan pedálgép, ami ugye az 1990-esnek kell kinéznie, érted? És hogyha 1990-esnek néz ki, akkor le kell cserélni a 18-as kerekeket 17-es kerékre, az E36-os műszerfalat ki kell vennem E30-asra, és a lenti pedált, azt föl kell tenni a függőre. Úgy lehet benne fékerő szabályozó, mert le van fényképezve, de
függő, meg kell lenni. Ennyi. A karbonnál már megvívtunk, mert ugye már volt a DTM-be, és akkor szénszálló szívócsú, úgyhogy az lehet, de így is vannak benne nekem. Alumin mindegy. Tehát most elküldjük, ha megvan a HTP papír, akkor nagyon kafa. És akkor ha tudnék szerezni sok pénzt, akkor még mennék EB-n is. Hoppá. Érted? Vagy ez. Zsolti, te szereltél valaha is a ciginek? Na, Isten ments. Nem? Csak a hűtőt támadta meg éjfélkor a süteményen? Azt igen, a süteményen. Mi? Egy kis kulisszatitkokat elmond. Én szereltem el, vagy mi? Nem, hogy a Zsolt szerelte neked valaha. Nem, én csak így, ahogy mondtad, én komálos. Tehát én ott a háttérbe elmentem, gépátvételen ott voltam. Ő a híreket hozza, a híreket. Doktor rosszat. Aztán utána majdnem én is rá felaktam erre, de mindig mondta, hogy úzolt, hogy te hívsz, az baj, azt mondja, mert akkor valaki meghalt. Igen, tényleg azt mondta. Volt egy időszak. Nem mondod. De. Vagy három vagy néhány régi bírál, és akkor ki... Ott ül, és akkor kész, ott a, nem, a Benikéknél a srác, a, nem is tudom. Mindegy, szomor. Igen. Rossz híreket hoztam neki, és mondta, hogy ne hívj, mert ha te hívsz, akkor rosszul. Utána hívtam, és ott volt, hogy én voltam korábban. A Dagadbögyi hív, akkor meg a haverjaink közül esik el valaki. Úgyhogy még nem. Most például majd összeülünk pont a telepi fiúknak, azt hiszem 30-án van egy ilyen bulírt nálam, akikkel régen találkoztam, de fog működni a dolog, de úgy annyira nem. Akkor ott az nosztalgikus lesz, meg emlékszel meg minden, de úgy nem tudok még bele hurkolni, tehát meg mennék a kamion csinálni. Ugye Zsolti, te a rajongói oldalról közelíted meg ezt a dolgot, meg a cigit. Kik voltak azok, akikre emlékszel, és miért? Ez nagyon fontos, hogy miért maradtak meg azok az emberek a cigivel az éven. Igen, mi azért egy Rangalacin, egy Janikán, egy Túri Tomin, egy Golyón, most nyilván a senkit meg nem bántva, de ezen a Szeletki Tomi, meg ezeken nőttünk fel, tehát most az elejéből. Meg volt a bolond gyerek, az Zsigulival, a zöld Zsigulival, aki ment, mint az, na ő tudtuk. Tehát azt mondom, hogy ez így, és akkor mindig csak úgy, de jó lenne egy aláírás, tudod? Tehát ennyi volt végül is a izé. Nyilván ez eltelt 20 év, több minden lett ebből, hál' Istennek, én azt gondolom, hogy ez egy tök jó sztori. Az enyém, azt gondolom, a mi kapcsolatunkban. Ennyi volt. Tehát mindig ez volt egy aláírt kép, vagy valami is. Tehát az, hát amikor... Nem csak, ne, hagyd ne szóljak meg közben, nem csak az aláírt kép, hát tele van roncsokkal, ezért össze tudnál rakni egy vércét a szobájából. Már nincs. Lökhárító. De tényleg volt egy pár. Tehát mit tudom én, azért az még, tehát ő még igazi fanatikus rajongó. Tehát én azt tudom mondani. Most már azért nincs, mert nem mozdul ki, na ki már eleve olyan sokan, de most képzeld el, hogy micsoda dolog egy ilyen x-ezres tömegből egy kanyarba fölkapni egy lepattant lökhárítót, érted? És akkor hát mondjuk te háttál is el bőven. Te háttál is el bőven ilyeneket. Milyen is össze tudna rakni, igen. Már úgy jött, két év, amikor találkoztunk karácsonykor, hogy egy ilyen hol első sár védőszélesítéssel, és az ellejösszakozott a pincébe. Tehát az igen. Mondjuk azt feltételez köztetek egy viszonyt, hogyha azon kapod rajta a Varga cigánt, hogy éjfélkor a hűtőből már szóljál sütemény. Várjál, azon hamarabb kaptam magam észbe, hogy én nála lakok. Tehát még anyukája jött szegényke. Hát legközelebb, hogy hőztök, szóljatok. Már mondom, én nem tudtam, hogy ő nem szólt, hogy mi jövünk. Tehát... És én nem tudok így előre tervezni. Most is azt mondtam, hogy akkor ágyazol, jut itt alszol, vagy... Mi van? Nem, ő csak fölugrott, ő nem... Nem, tényleg azt mondja, hogy a húsvétra jöttem, a húsvétben azért dolgozok húsvétkor, tehát nem úgy van, hogy hosszú hétvégem ilyen. Mert kutas, ő megint kutas. Tudod. És olcsón adod a kutat? A kutat nem. Akkor az nem... üzemanyagot, igen. Na, azt a Viktor adja olcsón, csak nem éred ki. Igen? Ja, az lehet. Olcsón? Hát, még olcsón. Meddig lesz? Nem, mindegy. A márdig volt, abba kell foglalkozni. Az mennyi? Én tankolok naponta kétszer teli. És most már két hónapja biztos, hogy be van fagyasztva. Tehát most ebben nem menjünk bele. Május valahanyadikáig van elve, ugye? Igen, ennek a fiatal barátaim visszakapták a 800-et, de tudják költeni, tehát az most azért itt jó irányba. Én azt gondolom. Térjünk vissza egy kicsit itt a historikra. Miért döntöttél úgy, hogy ott akarsz menni? Más a közeg, más a hangulat, vagy egyszerűen csak a maga a versenyzés színvonala más, vagy megcsömörlöttél már, vagy miért akarsz Ki kellett volna megcsömörleni? Hát most miért vegyem meg a 46. Fábiát, vagy mi az Istent, és költsem bele a pénzt, és mindig vegyek újat, meg béreljek, meg minden, érted? Itt ezt egyszer megveszem, és tudom, jó, hogy ezt már nem kell fejleszteni. Amit megvettem, az enyém. Érted? És nem kell holnap után az új homolok, és akkor így versenybe tudunk maradni, tehát régen egyenlőek voltak az esélyek, 42 zsiguli ment, érted, tehát most egy kicsit erősebb volt, kicsit több gumit, tehát egy kicsit ennyi az eltérés.
ebbe szeretnék. Itt most azt tud nyerni, aki több pénzt össze tud szedni, és a legutolsó fejlesztésű kocsit meg tudja venni csilliárdokért. Hmm. Ugye? Avval ugye nem kimélem a földet, nagyon fontos, hogyha újabb és újabb, így is baszom, mert a gumit el kell dobálni, meg mit tudom én, érted? De én az fixen ez van, ez a homologizáció, így most megcsinálom, lehátépézik, és onnantól kezdve ebbe tudok menni. Még a közök nem tudom, hogy milyen, mert nem mentem. De ahogy nem, hát a csúvással néha hát összekattunk, de hát úristenem, mert megebédeltünk, mire célba ér, de hát, nagyon rendes, igen. De azóta ő ment folyamatosan, tehát most bármi, most nézzük meg, megint ott hányos a kabát. Tehát hogyha most van idő, meg időben megjön a HTP-s papír, akkor lehet, hogy még Pécsen már mennék. Érted? De jó lenne. Én is rajta vagyok, a többiek most minden mozog, kimozgattam, poloskákat kizavartam, működik a kamion, érted, most ezt rakom, ez azért kemény, tehát én csak esténként tudom csinálni, meg hétvégén sem, remélem, most a 4 napos ünnep alatt befejezem, és átcserültem mindent, amit kellett, ami nagyon kemény munka. Hát meg pénz. Pénz, mert most nem annyi, most eladtam az annyira, mennyiért vettem a dolgokat, érted, tehát most egy pedál szerkezet, ha nullára megveszem 110 000 forint. Nem az, hogy meg az a bak, ami gyár, hanem az idő, míg ott fetrengsz, fejjel lefelé, folyik a szemedbe minden, érted? Tehát az ezt te szögelsz mindent saját kézzel? Ott ezt miért? Ezt tanúsíthatom, mert mindig küldi a képeket. Hol tudod kiadni ezt? Egy végbeti cserét ki tudsz adni, egy féltenger cserét ki tudsz adni, de ezt, hogy bemérjem, hogy én ülök hozzá, tehát most képzel, van egy kormányoszlop, és szeretném, igen, hogy a gázpedálok, vagy a pedál szerkezet közel legyen felé, mert hátrülök. De itt elkezd emelkedni, igen, megtalálni azt a pontot, ahol nem is magas, meg közel is van, az kimérni ott a semmiből, méregetni a sötétbe, a szárba, be lehet csak beszállni, hát mint a kismalac, aki a kál, vagy a farkas, úgy betolatok. Hát előre megfordulok, de hát ez megvan videón, ez a poz, és ez 72-szer vagy 73-nál tartok már most a utolsó 4 hétben, már annyit mérni nem jó, már mindent összekötöttem, érted, és akkor még most hétvégén föltöltöm, mert ott megy el a benzincső és mindent, tehát hogyha most a tömörség próbám megvan, és na, én akkor igen, azt mondom, hogy kipipáltam ezt a történetet, tehát ez azért annyira nem pénz. Hát veszel egy navigátorműszeret újabb, ami GPS-ről működik, hogy már ne kelljen a 42. eladót, tehát ezt is meg kell beszélni, hogy működtet-e, igen, már lehet 3 utasgátló is, meg itt tudom én, tehát ezeket meg kellett beszélni, le kellett egyeztetni, és akkor így már tudsz vele foglalkozni. Mondjuk az 200 000 forint egy ilyen műszer, tehát az mondjuk lehet, hogy de nem, tehát a milliókhoz kéne. Tudod, mi a sok pénz? Most elmondom neked. 200 € a 17-es felni, az nem is olyan nagy baj, mert hogyha azt nem ütött ki, akkor az van, megveszel 40 darabot is van, de 375 € a 17-es gumi. Darabja. Igen. Hát darabja, igen, egyébként még nem mintánként. És 280 a 18-as. Neked a kocsid a 17-essel homolog, vagy a 18-as? Avval, igen, most el kell adnom egy pár darab 18-as, és meg kellett rendelnem. De jó, mert nem a Turán Fritzin keresztül, meg ezeken keresztül kell vennem. Tehát az engem eleve izél. Hagy menjek ki én oda élesben, hogyha ezt már máshol venném meg, akkor még drágább lenne. Tehát ez is fontos, ami a historik mellett van. Ugye nincs az a gumi jelölgetés, meg tőle vehetem gumit. Az nagyon sok. Tudsz, van kis szervizautód, ami le tud követni, mert lehet úgy szervizelni. De nagyjából azt tudod, hogy kikkel fogsz menni? Milyen autók ellen? Meg milyen, ja, de hogyha mondjuk kimegyek az EB-re, hogy ne tudnám a Lucky Pons 1978-ban a München-Wien-Budapest rallin már volt így ez a felállás, hogy Lucky Pons. A Lucky Pons, ő a Szító Ponsnak? A Fabrizio Pons, igen. És ezek mennek egy Dacia-val. Szító Pons volt, akkor még nem MotoGP, 500-as motorvilágbajnok volt. Nem. Ez a Fabrizio Pons, ez egy nyilvánul. Volt a Szító Pons nevű. Szító nem, a Fabrizio Pons az a Liatival nevű. Azt mondom, hogy a rokon Michel Moutonnal. A két szajcagú, mi lehetett ott egy ilyen hosszú gyors, utána Audi-ban. Na most mindegy, szóval képzeld el, hogy ugye ő megy, akkor M3-asok is mennek, olasz, spanyol, tehát van már Csiklámpás Subaru, van, most az Érdi Tibi is vett egy, Érdi akkor Tibi, hogy kié az öregségét, a gyereknek ebbe kellett beleülni. Jó, de cukor, nem van, gyerünk, csináljuk. Hát egyszer kellett volna összecsapnunk, de hát nem tudtuk, mert a Mazda még a Pécsen a izéből se jött ki a parkolóból. Na mindegy, hagyd menjen egy kicsit, tehát és az is 330 lóerős összkerekes. Igen. Na mindegy, tehát most az első svájci versenye, vagy nem svájci, volt a spanyol verseny, tehát sztorik EB, 9 verseny van, 6-on kell részt venni, egy finn, 2 spanyol, a többi mind úgymond itt van a környéken, mert 1200 km Svájci, ami
meg Sanremo-ban van, nem San Marino-ban. Uh-huh. San Marino-ban van. Uh-huh. Nem San Remo-ban, nem San Marino, San Remo-ban. Akkor fönt van Csebe, akkor le Osztrákban, Pécsen, tehát egész tűrhető. Na, és a lényeg, hogy megy csíklámpás Subaru, megy bukólámpás Toyota. Még a szögletes Szelika, igaz? Igen. Mit láttam még így? A hátsó kerekes 550 lóerős gyárlékos, az a Cosworth, ami még a hideg Jánibán a csík ment. Igen. Meg a Marusi. Na, olyan is megy benne, és rengeteg E30-as BMW. M3-as. Tehát az akkor E4 kategória. Ez konkurencia. Erős lesz a mezőny. De most a két BMW nyert. Uh-huh. Érted? Uh-huh. Meg megy a McLaren is, meg megy minden. Igen, a McLaren Laci 0. Igen. Kimegyünk már Zsolti valamikor vele, hogyha megyünk? Mindenképpen, hát persze, hát most már ez nem vagy. Ilyen sztorikat, vagy ne? És akkor menni kell. Ha már itthon nem megy, akkor nekünk kell utána menni, ha kimegy, nem? Hát nem tudsz jobban. Ha a hegy nem megy, ma megy a Mohamed, nem megy a hegyhez. Mi a legemlékezetesebb sztorid a cigivel? Na, őszintén, most elmondhatsz mindent. Nem látják olyan sokat. Ja, volt egy, azt hiszem 2007 Miskolc rally, a tréningje is Sátai gyors. Én gondoltam egy merészet, hogy még okostelefon hiány, csak felhívom a szüleimet, hogy hallgassanak bele, hogy milyen a tréning. Tényleg? Elindul, igen. Hát jelölültetek, nem? Hátrafele nem néztél? Okostelefon hiány, hogy hívtad föl? Megálltunk a fülkénél, vagy nem? Nem sima telefon volt, nem okostelefon. Nem, ja, értem, nyomogombos. Igen, igen. A lényeg, hogy... Még nem oda nyúlós volt. Igen. Én szépen ugye hátul elhelyezkedtem, hogy kellett, és tartottam a telefont, és elindultunk. És hátul elhelyezkedtél? Igen. A tréningautóban? A tréningautóban, igen. Lehet, abban is csinál. Igen. Jó, mert mondjuk ez 2007-2008-ban már baszogattak, hogy sokan ülünk a kocsiba, tehát azért az, na mindegy, ott már második napot kijöttem a tréningből. Mindegy, tehát 2007. De nem azért, mert én nem tudtam volna, nem, csak hát már ugattak miatt. Na mindegy, az probléma volt, hogy három ülünk a kocsiba, de ez egy éve később. Tehát 2007, elindulunk. Lassú volt a cigivel. Elindulsz, és tudod, van egy ilyen a Sátai gyorsnak az elején, egy bal jobb, ahol a Benny keresett visszafele annak idején, egyenes, és utána egy jobb három, vagy valami ilyesmi, és Feri mondja, tud olvassa. De én meg tudom, hogy erős kanyar jön, mert ezerszer láttam belső felvétel, és megyünk ezerre, hát az ilyen a kanyar. Feri, nem hallom. És az meg ott van a kanyar előttünk, érted? És ráhúzta a jobb, és Feri mondja, hogy tudom, jobb három, és elúszott az autó full keresztbe. Tehát még nézők voltak a tréningen, tehát az egy dolog, hogy én benne, de kint is álltak, és marhára örült mindenki. Mondom, én nem annyira, mondom, hogy letenném a telefon most, hát a szülők eleget hallottak ebben szerintem. Mondom, hogy ezt este hallották. Igen, ez még menet közben volt. Tehát igen, az csak a szerencséjük, hogy csak hallották, és nem látták. Tehát mi volt a tréning autó, mivel? Az, amivel most is van neki. Ugyan, az M3. Igen. Dízel motorral. Ja, tudod, a dízel. Igen. És na mindegy, ezek... Kemény gátlós per benne minden, hát elfordult, akkor nem volt baj. Nem. Elfordult, nem volt baj. Gyönyörű kereszt volt, tehát az még versenyen is megadta. Ez az, amire azt mondjuk, hogy így akartam. Igen, csak az a szerencsé, hogy senki nem jött szembe, mert ugye nem volt lezárva az út, tehát ott jöttek volna szembe, mindegy, az egy... És leértünk, és utána... Feri, hogy hú, bazd meg, azt mondja, hogy ezt nem kell, ezt a srác itt van hátul, ezek így megmaradtak, tudod. És akkor volt, hogy este még, te tudtad, hogy Bükszentről, ha lejövünk, akkor Kisgyőr fele kell hazajönni, ott a hátsó úton, mert volt valami verseny. Igen. És hogy jössz lefel a kis milyen úton, jó, Miskolc fele, a jobb első kerék az mi kiesett a kocsi alól, még azt ott szögelni kellett. Hát ez szétrúgtad. De miért? Hát mert szétrúgtad két nap alatt, bazd azért. Hát ennyi volt, a titok nyitja, már kopogott reggeltől, de nem baj, bírja. Mit tudom én, 3 kilométerre otthonról itt kifordult alul a kérdés. De Feri összerakta otthon, meg összeraktátok, tehát... Én valami volt. Én nem tudom, nekem már annyira, hogy tudod össze. Nyilván azért ezek nekem megmaradt. Tehát most máshogy ő megy 100 versenyen, és arra kell visszaemlékezni, vagy én voltam 5-ször tréningezni, és arra. Tehát azért az nem. És akkor is, amikor 2008-ban bukle, mert itt állnak, ezért nézik, hogy hanyan tréningezünk, és akkor jó, ez hiába buksz le, ugye? Vissza, sokan vagytok a kocsiba. Azt mondja, hogy jó, és akkor mi csináljak? Azt mondja, hát szálljon ki a szög, azt én kirakom, haza viszed? Azt mondja, menjetek. Csak egy azt mondja, haza viszed? Miskolcon lakik. Menjetek. Kánó ragályon tréningeztük, tehát azt is tudom. És tovább engedtek, tehát másnap már nem mentem. Jó élmények voltak, jó esti, jó kis bandázások, meg ilyenek, úgyhogy én azt mondom, hogy ezt... Elefántól töltött brillen. Micsoda? Igen, elefántól töltött ló. Az volt a brillen, nem kicsi. Igen. És akkor meg később rámentünk a süteményre. Igen. De jó dolog. Zolti, elmentem aludni, mondom, letusolok, megyek én is.
Nyitom az ajtót, még eszek egy sütit, jó? Kettőt is azért van. Rára volt a házi sütit. Szereted amúgy? A házi dolgokat te szereted? Leginkább. Én is. Már te? De mit tettél? Persze, igen. Rára volt a sütire még a mai napig? Hát most szólt, hogy úgy vigyetek már, ne látszódjon a hasam, de hát nincs. Nem ezt mondtam. Nálatok állandóan baszogatnak a hang miatt, mikor azt sem tudom, hogy miről van szó, érted, mert én nem szoktam ezeket nézegetni, mert nem tudom minden, ugye? És utána meg valaki azt mondta, hogy ennyire föl vagy hízve, az mondja, hogy mennyire föl vagy hízve, az nem is. De hát, olyan élőben, az nem is. Hát mondom, úgy, és a izéné meg akkor a fejem van, mint egy tartály, a buszkerék, az meg a izének a GoPro kamerája. Duennél. Érted? Mondom, Jézusom, mondom, kész. Jó, mert Duen szereti úgy tartani, hogy az orra egy ekkora levendőben alulról veszi, vagy nem tudom. Igen, mikor beszélgettünk a izén is. Neked is nagy fejed volt. Neked is nagy fejed volt. Duenné mindenkinek, de Helium most lufi lesz a fejéből. Nem is tudom, valami leértékelt szart megvett 1000 éve, amiben nagy fejben sem. Azóta abban nyomul. Na, úgyhogy ennyi, nem, tehát nem. A sérvműtétemnél felszedtem egy párat, tehát most 188 kiló vagyok, és 83 szoktam lenni. Aha. A 183 magashoz, az teljes mértékben jó. Tehát így, tehát nincs az. De ott volt olyan felvétel, úgy nézve, mint hogy 110 kiló lenni. Figyelj, mikor indul a szezon, vagy mondtad az előbb, hogy már Pécsen ott szeretnél lenni, az most csak a papírokon múlik? Papír, hát minden a papírokon, meg a pénzen, semmi máson. Én rajtam, a PP. Rajtam vagyok, igen, tehát most elméletileg ki kell küldeni az újabb fényképeket a HTP-nek, amit ugye az MNAS-ből a Solt Szabolcs intéz, tehát felvettem a kontaktust, most egyelőre nálam pattog a labda, hogy meg tudjam csinálni, amikor ki meg fényképezik, akkor nála pattog a labda, aztán hogy érkezik, meg mennyi idő, mondta, hogy azt mondja, egy másfél hónap mindig szokott lenni. Sokat kell átalakítani, vagy visszaalakítani az autón? Nem, hát az előbb elmondtam, most elmondom meg, hogy a munkában sokkal, igen. Ha? Tehát a műszerfal se piskóta, de azért az könnyebb, mert fölülről tudod, meg mit tudom, de most fájos derékkal, meg ilyen szarokkal. Amikor mész, versenyzel, igen? De értem, hogy nyilván koncentrálsz, yes, de mit élvezel jobban, amikor tempót mész mondjuk egy erdőbe, vagy amikor egy kanyargó szakaszon szépen le tudod fűzni, mennyire kell alkalmazkodnod a pillanatnyi helyzethez, vagy szóval arányaiban mennyire hagyatkozol a navigátorra, meg mennyire hagyatkozol a saját szemedre? Teljesen hagyatkozom, hogy nem megyek arra, és nem tudom meg. Megyünk kettőt, a többit csak, hogyha Zsolti kéri, akkor de nem. Én már nem kérem tizenvalahány jót. De megértettem, hogy hármat, tehát nekem fontos, én nem, ha nézelek egy belsőt, tehát én azt nem is tudom megjegyezni, amit mit tudom én egy Mikó Zsuzsa mondott a izének, bal belül szélen kívül gödör, ez nem lehet. Sok. Hát sok, hát az izé, nem mondom, megy, az én se megy, megy, megy a repó, a kankun, ennek is pici bal, pici jobb, ebből mennek a világba mindenhol. Na hát akkor most valahogy ezt le kell redukálni, és akkor azt tudjam, hogy a hármas az hármas, a kettes az kettes, a sima jobb, nem veszed, ezeket tudni kell, én azt gondolom. Sokkal jobban izgatnak ezek a lobogós izék, a vékony szarom, meg a féktáv, mint hogy én most egy hegyi pályán menjek fölfele, meg lefele, meg mit tudom én. Mennyire előre kell neked beolvasni? Mi? Mennyire előre kell neked nem beolvasni? Kell ismételni. Egyszer látja kell. Azt, hogy a három izé. De akkor nincs, hogy akkor most ez a jobb kettő, igen, most megyünk a jobb kettőbe, és akkor nem. Azt te tudod, hogy az nem, most... Nem, a hármat, azt jó, azt a Feri, mit tudom, nézni meg egy befond. Láttam ezre. A Ferivel az abszolút. Érted? Tehát most elmondja, nem, még az eszélyen a Pistivel. Nincs ezer, nagyon kevés van, azt mondják. Aha. Nagyon kevés van, ami értékelhető, meg mit tudom én, érted? Tehát túl sok infó se jó. Az a én neked. Szerintem nem, hát nekem nem kell. Most mit kell? Persze, belül meg amit ezeket el. Hányszor volt olyan, hogy kotta lett a vége, mert rosszul olvasta be, vagy volt olyan? Vagy? Nem hiszem. Nem hiszem, most navigátor hibából nem estetek be soha? Hát nem tudsz, ez olyan hülyeség, hát azért átmész rajta, az fejben meg kell, hogy legyen nagyjából. Aha. És mindenki azt mondja, hogy jobb kanyart mond, és balra megy az út. Hát azt látom, hát ilyen navigátor hiba nincsen. Érted? Az, hogy most mögötte bukkan és sima, és akkor rászlapasz, és közben jobbhat. Tehát a szám az sokkal igen. Nagyobb hiba lehet, mint hogy jobbra. Hát nem fog jobbra elfordulni, balra megy az útot, látom. Érted? Biztos ez? Érted? Tehát... Volt-e, hogy visszakérdeztél? Mi? Nem tudom, nem hiszem, hogy
Lehet. Na, én nem tudom azt akkor úgy el tudom mondani, ha lejövünk a gyorsról, vagy még a szervizparkban utolsó három gyorsnak az eseményeit, de most az, hogy 2012-ben mit tudom én, répás után mondjuk az már nem, hanem bővágott ötös, ezért, hogy mi történt, de azt én nem tudom mindenki. Az akkor úgy, hogy az ott kicsit kést, tudom, meg azt hallja, hogy igen, bocsi, mint ott nem mehetünk, na csak ki tudom mondani, tehát ilyen felé hosszúban megjegyezte például. De te a Endész Pisti az nem az, az annyira katonás, hogy... Hajtani kell téged? Mindeni. Szerinted? Nem. Reggel ő nincs, azt mondtad, hogy reggel te nem létezel. Hát nem, nem az, hogy nem létezem, most már azért, mikor idősödik, az ember már föl kell korábban, de mikor gyerek vagy és szögelsz, és még hajnal háromkor is szögelsz, akkor persze, hogy nem biztos, hogy hét, és a versenyek azért nagyon sok része úgy telik el, hogy a utolsó pillanatban vagy késő, szerintem az összes versenyzők összes, érted? Tehát akkor a 7 órakor még nem biztos, hogy annyira beletalálsz abba a gyorsaságiba, annyi, de hát ezek már változnak, hát minden változik, nem, most nagyon szívesebben megyek korábban, mert később most a meleg jobban zavarnak, hogy most korábban inkább elmegyek hajnal 6-kor mondjuk, de már nyáron én is szeretnék menni, most ezt így, hogy ezt az EB-t kitaláltam, így majd kell menni, ugye most is 6. hóba lesz fönn a meccsekben, de inkább megyek akkor még egyszer, elmondom, igen, korán, mint hogy a nagy melegben, akkor még ugye a várások, abban is a várás, mert amikor mész, meg van mozgásod, az, az jó. De mikor be vagy öltöző, és vár, és akkor kész, és akkor visszaszámol, és akkor... De a hisztorikában is úgy van, hogy van 3 gyorsaság, amíg meg kell menni 6-szor? Nem, 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 azért az bővebb. Bővebb, tehát ott legalább, mindegyiken legalább van 5 különböző gyorsasági. Tehát amit most néztem, tehát most visszanéztem a 2021-es, és belekezdtem a 2022-ben, igen. Az azért az más sztori, de nem kell feltétlenül, de itt kívül most már mennek, tehát most már van rend. Amikor én ezt ugye kitaláltam, ezt a történetet, akkor még nem volt ki, nem is volt, 4-en voltunk talán, mert az Ördög Mixinek a kocsia volt, meg a Wirtman, meg talán volt innen egy barbúr. Innen is üdvözöljük Mixit, biztos nézi ezt az adást. Igen, lehet üdvözöljük, érted? Tehát most már azért most már vannak, meg akkor ugye ez a rengeteg Uber, Zsiguli, ami ugye nem odavaló, tehát most már azért kész, tehát látom, hogy hízik egy kicsit. Kíván el tudom képzelni, hogy rövid időn belül ez nézettebb lesz, vagy felkapottabb lesz, vagy látványosabb lesz. Az a baj, lesz. Hogy el fog kurvulni utána, tehát nézd meg a... Igen, ahova berakod a pénzt, az elromlik. Nem, most nézd meg a legendet is. Annak volt egy íze, és most már megy minden, 46-os BMW-től hát, meg kik mennek, szóval régen azért mentél oda, mert azt láttad, hogy... Azt nem akarom minősíteni, nem ez a lényeg, tehát most, hát látod a legutóbbi ott a körforgalmas sztorit. De az benne van a most a speciálban, vagy azt csak úgy maguk csinálták, mert annak idején azért szólt a rendőr. Nem, az most már benne van. Most már benne van, de. Érted? Én téptem a helyen, pedig nem vagyok egy nagy sofőr, hogy nem állvázzák. Tehát ott... Jössz egy P22-es Subaruval, és... Ez senkinek nem jutott eszébe idáig. Elkezdtek jönni a magyarok, és ott már megrugdosták, és akkor utána gondolom, most láttak, hogy beletegyek. Jó, hát van olyan, aki azon látod, hogy már onnan a szomszéd megyéből már megint így csak kézifékkel, azt úgy esik be, arra azt mondta, hogy na, de őt úgy hívják, hogy Rovan Pera, vagy Sainz, vagy mit én tudom, érted, de... Hát meg ők gyorsan rajzol, és megy, ő siet. Nekem ez a problémám ebben. Hogy te nem tudsz sietni? Nem, hanem hajával a körözéssel, hogy az nem a sietésről szól. Tehát itt most mondják mindig az időeredmények, az a látványon együtt gyorsan kell menni. Az a legnehezebb. Van a látvány, ha gyorsabb. Nem, mert ezek a izék, ezek az hiszik, hogy ebben van, hát ő most nem köröz azért gyorsan. Ja, nem. Mert tehát nagyon kemény azért. A legenden is. A legenden is. Akkor oda már annyira nem is mennem? Nem, még már nézni sem, nem. Hát most meg, ha valami egyszer megműködik, vagy működött, vagy mit tudom, és elment egy rossz irányba. Gondolod, hogy a hisztorikában is ez lesz? Nem gondolom, csak hogy történt ilyen. Tehát ugye az volt az alapvető kérdés, hogy egyre többen. Igen, itt is egyre többen. Tehát mikor ezt a... Először megnéztük a Szikszaival, szépen, csendben, szolidan, csendben, senki nem rúgta meg. Utána volt egy olyan, elindult a Szikszai, utána meg elindultunk már ketten, és utána elindultunk már 4-en, mert akkor a Matics Misi is, meg a Fehérvári srác is, meg mit tudom én, érted? És most van 25 darab magyar, ami abszolút nem baj, érted? Csak most
Tehát ezekről a driftes körözésekről szól a történet. Nem tudom. Tehát ugye akkor azért mentünk, mert akkor csak historik csodák voltak ott. Érted? És most azért már nem. Tehát most már én nem szeretném megnézni az E46 BMW-t. Zsolti, neked, most hozzád tőled kérdezem, neked ki a külföldi példaképed, úgymond, vagy a... Mondhattam volna Sainzot is, de vagy a régieket nagyon tetszem, én ugye egy lőből nevelkedtem, tehát számomra ő egy etalon, tehát ő minimális buktával behúzta a VB címeket. Hát ezzel azért egyetértünk nagyjából mindjárt, hogy tehát, nem ember a csámú. Tehát, megint beül valami izével. Na azért mondom, meg közben megy a extrémizén, a terepjárós bulin, meg... Jó, de ő szerintem nem is más szólatása. Nem tud levegőt venni nélkül. Nem. Tehát vele volt szerencsém, amikor túraautózott a Hungaroringen találkozni. Hívtál spanglit neki dőlve a kamerában. Én kávét láttam csak. De azt gondolom, hogy valami beteg az ember. Tehát amilyen tempót ment mindig, és amennyire kevés hibával, tehát azért most egy... Hát meg azt, hogy még ott van a sivatagi homok a cipőben, igen, azt már nyeri a Montét. Úgyhogy igazából ott kettejükről szólt, voltak ők ketten, aztán meg Ozsi, igen. Meg úgy senki utáluk, és úgy belefűzött az oktatófilm. Hogy én nem szeretem Trianon óta, én nem szeretem a franciákat. Jó, hogy sem kérdeztem, nem tudom. Jó, na, a lényeg, hogy én őt, viszont egy McRae, egy Burns számomra ők, tehát amikor ugye egy gyerek voltam, akkor a körük Sainzot is nyugodtan ide lehet venni. Nyilván az ilyen Walterről ilyenek tudok, de... Sainz moja. Igen. Jó, az erősz, hogy hadart neki, bazd meg mindig. Igen. Na, hogy lehet, hogy több az információ. Vagy csak így beszélek, lehet, hogy nem tud, miről beszélek. Lehet, hogy csak egy csürkös bármeres receptet olvassa fel neki közben. Temperamentumos. Na mindegy, szóval én lőben nőttem fel, tehát én nekem én őt venném. Itthonra nem mondhatom a cigányt, mert itt ül mellettem. De nem, tehát én azért mondom, tehát hogy az elején is mondott egy Rangalaci Anika. Hát a Rangalaci nekem abszolút. Igen, tehát azért mondom, tehát nem is életemben egyszer láttam élőbe, amit nagyon... Az nekem már ő kiesett. Tehát én tudom az eredményt, megértem, meg tisztában vagyok vele, de ő korábban volt. Tehát, és azt azért mondom, én rajongtam. Igen. Azért mondom, hogy egy Rangalacival azért neked volt kontakti, azért mentetek, stb. Igen. De én 97-es Miskolcra a céldobogóján láttam életemben egyszer. Amire emlékszem. Hát mi a Rangalaci miatt jártunk ki. Tehát utána volt ugye pont az ugye a Ferjáncra még egy kicsit hálványan emlékszem én is, ugye, de nyilván tudtuk, hogy hát ő az Isten. Persze, Isten hát az én is tisztában voltam. Ferjánc Tandari az verhetetlen fiatal volt. Fiatal vagy, nincs esélye. meg múltkor még, és a mai napig még mindig veszekednek azon, én ettől mászok a farra, most már nem azt mondtam, hogy bazd meg, amikor azt látom a Facebookon, hogy jönnek, látod rajta, hogy 18-20 éves, elkezdi nyomni ezt, hogy Mera Ferjáncnak milyen hátszele volt, meg így csókos, meg úgy csókos. Ember, az meg, ott van az asztalon, amit ő letett, az ott van. Hátszél, az, hogy hol? Hát akkoriban annyira más volt a világ, annyira más. De tényleg kellett meg... hátszél hozzá, na de ahhoz kellett tenni. Na, hát így, ez nem magától jött. Tehát attól még 145 lóerős volt más Opel, igen, vagy milyen faszom, Renault 5-ös. Érted? És nyert vele a 300 óerős Porsche-t, megvette 79-be itt a... Igen, azt nem a lepkék hordták össze neki. Ugye? Szóval nem mondom, hogy hatalmas Ferjánc rajongó voltam, de az érdemeit ezt el kell ismerni. Pont. Nyilván, tehát ez az alap. Tehát emberileg is jó volt. Tehát nekem a lőbni az a baj, az a flagma, félrelökök mindenkit. Van mire, tehát nincs is ebben probléma. Vannak azért nála durvábbak, tehát azért az... Egy Sainz, hát körbe csókolgatja. Nekem a Vatanen. A Vatanen, abszolút. Az Uber. Az nagyon kemény, hát ahol ülünk a kocsmában. Az. Beszélgetünk, és a fiának olyan volt a reklámja, mint a Petőfi. Kitűzte a Petőfi, a piros-fehér-zöld kokát. Elmondtuk. Egyből tudta, hogy Orbán Viktor, jó, kicsit hitelesek vagytok, de rendben van a ízében, így beszélgetünk. Hát ő EP képviselő volt, igen, tudom, illetve nem tudom, de volt mindenképp. Hát igen. Meg ő egy értelmes
Miért jól kommunikáló? Mert be tud rúgni brutálisan. Brutálisan. Azért valahol csak északi ember. Hát igen, azok így be tudnak. Visszatérnénk arra, hogy flagmaság meg ilyenek, tehát tudnék magyart is mondani, aki mondjuk lőpte szászló flagmább. Nem hiszem. De. Kizárt dolog. Én nem hiszem, volt. A hallásunk nem. Kívül mindent megbeszél. Jó, nem. Ez csak az én véleményem. Megértettem, jó, nem. Ennyi. Nem mindegy. Tehát, na, neked például ki? Akkor Sanyi. Sainz. Igen, úgy emberileg színre mindenre. Tehát úgy ember színre, meg mindenre érte. De mi az, ami, ha ki kell emelni egy-két dolgot, akkor miért? Miért? Azért, mert ahogy megy, vagy. Na, ahogy megy, amint küzdött ő is, és még azért öregségére ő is elmegy ezekre a Dakarra, és megnyeri. Igen, és ő szó nélkül leül veled beszélgetni a Sanremo-ban, amikor a tengerpartra át kell jönni a szállodasorra, az aluljáróba, és megállítod, akkor ha 22 emberekkel fényképpen azt is végigvárja, végigneveti, vigyorogva kell, érted? Tehát teljes mértékben Ha azt mondom, hogy Carlos Sainz, akkor melyik autó ugrik neked be? Nekem? Nekem a GT4. A bukólámpás. Igen. A GT4, illetve a Repsolos Ashford. Tényleg olyan is volt. Igen. Az inkább. Szus, tényleg. Az de nekem is a GT4. Igen. Először a Carlos Sainz, a Castrolos. Igen, mert onnan kezdett ő fölfele jönni. Igen, akkor a Gangnerrel. Volt neki Repsolos Lancia is, nem? Hát az egy év az egy hiba volt. Nem volt. Na jó, de volt. Volt. Igen. De nekem például, nekem is abszolút a bukola. Veszelik a igen. Castrol, Carlos Sainz. Hát nem, már a izé is, ennek a GT4 is, az meg már nem bukolámpás, de mindegy, igen. Az volt. Igen, és akkor utána, de nem, jó, a izé is, mindegyik, a Focus is, Focusszal is sokat ment. Tehát a Lancia-val keveset ment, konkrétan egy évet, nem tudom, keveset. Figyeled, ugye? Az 5-5-ös Subaruval is keveset ment, mert ment 5-5-ös Subaruval is. Arra nem emlékeztem. Hát a Burnsnek volt a csapattársa. Burnsnek volt a csapattársa, igen. Meg McRae is ott volt. A Cancunen emlékszek. Nem, ő ment 5-5-ös izével. A Cancunen is ment. A bajszos. Hát az egy mekkora árt, az is. Ő is ment a bukulámpással. Hát az ilyen, imádom azt is. Egy Pirelli gumitesten voltam ott, ahol ő is ott volt, meg a Paolo Diana volt ott majd a 037-essel, azt hiszem az van neki, vagy volt neki akkor. A Diana-nak? Aha, volt nem akkor tudom, egy 037-esen. Nem tudom, én csak ebben, hogy a volt. És igen. Ott egy ilyen Pirelli valami historic rally gumitest volt, azt hiszem, és a Cancunen ment a Subaruval. Sírt azok oktávát, csak azt, hogy az ember azzal az autóval elképesztő. Láttam valahol Olaszországban. Láttam ilyen. Ekkora helyen, mint az asztal, úgy megforgatta, hogy most megmelegítem nektek, tehát ez sírt. Annyira megvan az, hogy ez nekünk egy, hát akin felnőttünk meg. Láttad, hogy megy. Igen. De figyelitek igen. A mai napig a hazai rallyt is gondolom, meg a VB-t is. Nem áll. Nem. Az rajt nem. Én nekem megkérdezed most, hogy soroljam föl 4 évben, kik voltak a bajnokok, én nem tudom. Csak az, hogy most volt valami, elvesztem, tehát mit tudom, mert utolsó ízenek nincs meg még az eredmény, talán a mai napig, a utolsó évadnak. De hát ez már megszokott lesz lassan itthon, nem? Na, hát az van. Onnantól ezt elvesztettük, mikor ugye kitalálták, hogy van VRC, meg csak áskocsival lehet menni, és egyszer a Blik lehozta a Blik, a szaklap? Tök mindegy. Érted, két újságot akarsz venni, nem tudom, melyik volt a másik, az egyikül lehozta az Asen Bennett, a másikban meg lehozta a Spitzmüller abszolút győztesnek. Aha. Érted? Hát. Onnantól elvesztett a hitelességet. Tehát jön egy futballista, és van meg rossz az újság, ugyanaz a dátum, és más nyerte, vagy mi van akkor. A futballista nem nézi a rally híreket. Csak akkor azt fogja mondani, rally, hagyja. És a rally 2, rally 3? Én azt sem tudom már, hogy van itt szétszedve. Nem volt ilyen, volt rally 2 egy csomó emberrel, igen. Meg volt rally 1, most ezeket már, hogy meg ez a izé már, most mindegy, hagyjuk, ne beszéljünk. Azt mondják, hogy fáradt öregem. Tehát ez hogy most, hogy mindenki mehet mindennel, és lehet forogni. Hát, hát most egy szilveszter rally, már hova mindenki elindul, akinek még lehet jogsia sincsen, érted, és az a íz, hogy pörgünk, és akkor az egyik vár a másikra. Hogy még lepörög, és akkor megy, akkor az is bejön, és akkor kört, ez parkolóban van, ez nem gyors. Nem gyorsasági, nem izé. Mit szólsz a hibrid VRC-hez? Mindenki nyit, hogy nehezek lesznek, nem fognak menni,
Hát megy, működik, csak hát olyan gyorsulással, meg olyan tapadással, hogy most a gumik nem bírják, vagy mi volt a probléma. Hát valakinek bírta. Valaki tudott vele menni, meg alkalmazkodni hozzá. Ennyi. Hol próbálnád ki magad még, ha nem ralliba? Nem tudom. Egy Dakarra elmennél? Ja, nem akarom én, az, tehát ami már kínozni, nem akarom. Tehát nekem, érted? Tehát az akkor már Murvára sem mennél? Az nem egészség, de hogy nem, hát a Murva az megint más, mész 3 kilométert, jó. Térem, de ott, hogy menjek, és akkor a ézéket rúgjam ki a skorpiókot, izmámból, meg mit tudom, mert nem biztos, hogy kíváncsi vagy. Tehát teltem az extrém dolgokat, de ha elfáradok, akkor hagyd tudjuk hazamenni, és visszamenni a saját kis közegemben, ahogy szokták. Akkor a sivatagi sátrazás az nem neked való? Ő nem neki a vadvízjelvezés való. Nem, hát jó, igen. De Dakart kérdezti, a Dakar meg megy egy hónapig, vagy mit tudom én meddig, ami már ugye nem is Dakar, elvesztette az értékét, és én úgy szeretném, hogyha megunom, akkor tudjak csomagon is hazamenni, és az én komfortzónámban vissza tudjak menni, hogyha azt mondom, hogy innentől, tehát ez most élvezet, ezt meg kell szabni. Ideig élvezem, nagyon jó, kihívás, innentől kínzás. De hegyen mennél, nem? Hegy az nem gond. Hát majd, hogyha ilyen nyagói. Hát járok keretel, megyek majd miért, az sem. Tehát most visszaguruljak, üljek a melegbe, és megint várjak, hogy föl tudjak menni 3 másodpercet, és arra koncentráljak, hogy nem az én világom. Én szeretem a ralliba, az etapot, mindent, érted? Mindent, az etapot, a szervizparkot, a gyorságira való menetelt, azonnal a leeresztést, érted? Tehát akkor fölmész a helyre, mi történik? Nagyon ízé, és ott ülsz a farkas magányodban, ha nem esik az eső. Nincs egy ember, aki hozzád szóljon, semmi. Itt átdobod a Ferinek a sisakot, és akkor levezetjük a ezért, kurva jó. És amikor tréningezünk, akkor mondja, figyelj, hogy tavaly mennyi fa volt, és most már nincs. Nincs. Azon kinyírják az erdőt. Tehát, igen, jó, ezek hát az, jó. Igen. Jó, azért általában azért Miskolc... A tréningjét is szeretem, érted? És akkor, amikor bemész a szervizmarba, akkor ezeket meg tudod tárgyalni, ki tudod tárgyalni, akkor az ott jó, mert utána már csak ugye emlékek maradnak, az egy dolog. És utána mész a következő történetre. De most a hegyi versenyen ez történik. Voltam már előbb. Tudom. Fölmegyek. Én jó voltam, mert én úgy mondták, hogy... Ráadásul. Nem. Voltál a Mátrában is. Mátrában is, igen. Tehát a... Nekem jó, mert jó, ezért valaki elesett, jó, csináljuk, jó, jönnek le az előfutók, menjenek addig gyorsan föl, akkor én többet mozogtam. Aha. Képzeld el, hogy fölmegy a egyes rendszám, vagy rajtszámmal a még szegény Klink Pityubá. Mire fölér mindenki, hát addigra pont éhen is hal fönn a tetőn. És a szervezők, legalábbis akkor én voltam, nem lent gondolt, minden. Nem gondoltak erre, hogy fönt is legyen. Semmi. Fönn nincs, én vittem föl Ernyőt. Nézzét, majdnem meglőtték ezt az engőt. Nagyon kemény sztori volt. Érted? Most már belementél. Mit? Most már belementél. Hát semmi, hát ez fölmeg ízével, és akkor ezek a Suzuki-sok, akinek kiadta, hogy hívják ott állt a kesőben, meg minden, és akkor tudod, és tolták, én láttam, hogy rogyjam, és valamelyik kis ilyen krumplicukorot mondja végén, és hogy a előfutók, vagy ezek a vippes kocsik, meg rövid nadrágban, na és akkor eltoltam a motorkerékpárt, és akkor elmondtam a fiúknak, akkor a rövidnadrág. Hogy kell ezt kezelni, fiú? Tehát azért már harmadik alkalommal följött, én mondom, hogy azért megyek rövidnadrágban, mert a ti fasságaitokat, mert mondom, ketten lemaradtatok egy órát, meg mondom, a kislányt is valamelyik beleültette, mondom, arra az várunk. Volt, mondom, és azért, hogy mondom, a ti fasságaitokat, mert az egy kategória, nem kell látnása, de az, mondom, azokat kezeljük, hogy ne induljon meg a nézősereg. Mondom, hagyd kezeljen már rövidnadrágban. Igen, és mondom, bazd meg, mondom, nézd meg már az időt, és mondom, az egyik kezemben ültem. A dokit közben beülhetem, érted? Úgyhogy most még nektek be kell tenni hátra, és motort egymásról lébe kell, ha rakjátok a tudást, és még akkor is talán meg tudtok közelíteni. Akkor csend volt, és látom, hogy az engő is megnyugodott, bum, erőfendett, és akkor elindultunk vissza. Tehát ez voltak ilyen, de hát ez nem mostani sztori, vagy tudom én. Ez. Érted? Tehát érdekes. Van-e olyan, tudom, hogy ki fogunk futni az időben. Már rég kifutunk. Jó. Akkor még egy utolsó kérdés mind a kettőtöknek. Kezdjük talán Zsoltival, hogy van-e neked olyan emlékezetes cigi momentumod, ami így megmaradt, mint nézőnek, amikor valami nagyon kiadta neki, vagy valami vagy amikor nagyon nem adta ki neki. Vagy amikor nagyon nem adta igen, ki neki. Az én első versenyem, ami azonnal beugrik, mikor... Aha, Varga Cigány, akkor azt mondja, 99 OMP rally, a Üveges Gabi rendezte, Mexikó vagy Büxen kereszt volt, és a, mit tudom én,
20. kanyarban egy jobb visszafordító felfel. Ú, a cigány fog jönni. Cigány egyenes úton is keresztben. És bazd meg tényleg, kijött a kanyarból, egyenes is bement az árokba. Tehát egy az egyben megszaladt mindenki, tudod, de korom sötét, tehát az éjszakai rally volt. Csak láttad a lábát. Csak annyit láttad, hogy a cigány elfordul kezdve, kurva mindenki örült, és ő szembe be az árokba. Mindenki szaladt, kitoltak és ment tovább. Cigány egyenes úton is keresztben megy. Ez volt az első, és hogyha mondhatok még egyet, az a 2006 Miskolc rally. Ugye? Ezt mondtad, úgyhogy muszáj vagyok bebizonyítani. Jó, ő a te krónikásod. Jó. És arra is együtt tréningeztünk, a szemerei gyorsan, és mondtam, hogy itt leszek fent a hettetőn, de hát majd elindeget izé. Első körbe jönnek, és akkor csak így felemeli a kezdet. De jó helyen álltam, az útszélén hát nem lehetne, de hát egyenes rész volt. Második körbe jön, és már nem volt meg a BMW kárcsulók, hát és keresztbe fordult, egy nagyon szép, egy balosból jön kifele, egy 50 egyenes, és akkor állok szintén az útszélén, ugye integetés minden, már látom, vigyorom, elfasznak örül, ezt mondom ennyire, és rám húzta a kormány, tudod, minden hátra, mindenki tudod, ez nagy morálás, mégis este hazérek, és felhívta fel, beszartál haver, miért ráthúztam a kormány? Azt, hogyha beszartál, ráthúztam a kormány. Ott van, akkor persze, ha megbeszélünk valamit. Igen. Hát akkor ugorjon a bokorba. Ennyi, tehát én már látom, hogy keresztbe jön ki, mondom, első körből csak felint, és második, már látom, hogy vigyorog vagyunk ki a kanyarba. És neked, Cigi, van ilyen, amikor azt mondod, hogy no, ez Vatanen, ezt most nagyon kiadta, vagy ezt most nagyon oda tettem? Ilyen van ilyen emlékezetes? Igen. Nem tudom, jó. Mindig úgy érzem. Nem. Inkább én azt érzem, hogy nem jó jöttem, ilyen darabos volt, meg minden. Amikor jó, az úgy, de az általában az jó, hogy érzed rajta, hogy az jó. Az azért csinálod, azért tréningezel. Lefele, hogy az ott jónak kell lenni. Jó, de hát az a tréningek se úgy néznek ki most, mint annak idején, mikor mi tréningeztünk. Jó, tehát azért, nem az. Ja, hogy ne? Tehát most értem, hogy 50-es tábla van meg ilyenek, tehát akkor is volt, csak be nem volt tartott. De jó, tehát az nem. Most tehát... most egy benn az erdőben, meg mit tudom én, tehát most nem volt nagy forradalom. Orfűn nem fog átmenni 200-zal egyértelmű. Nem, mert... máshol se 200-zal, csak jó volt. És akkor leértünk az első gyorságon, és akkor hátra néz. Haver, nem kell hányni. Mondom, nem, jól vagyok. Jó, már nem. Zajlott az élet. Igen, teljesen jó. Tehát én azt mondom, hogy ez nem ez, jó, ezek jó, hisz Erdától elindulunk, és akkor tréningezünk, kicsit megállunk kanyálni, megnézzük a fákat, megnézzük, és akkor hogyne, meg beszélgetünk az öreggel. Az öreg ott itt lesz, és ott áll. Amikor megyünk kifele, és baloldalt ilyen nagyon cigány lila, meg rózsaszín házban kettő is, és mindenki mondta, hogy vasasok, és az öreg már most le van vágva a lába, vagy legjobb, mindig ott ül, az ott ül a lócán kint, hogy honnan megyünk? Az egyetem városban megyünk, fölfele Varga-hegyet, a nevet is rólam megyek. Azt mindig mondtam, az milyen szép földrajzilag, az megvan? Veszprémini, Debreceni Éva Nyíregyházán születik, Miskolcon lakik. Igen. És a Varga-hegyen kell átmenni, és és akkor neki is azt mondom, hogy az meg még a hegyet is rólam. A Veszpréminék útja a Varga-hegyen keresztül vezet. Igen, azt mondta, még a hely, ahol laksz, meg a hegyet is rólam nevezték el. Úr, érdekes volt rá. Kinti, még egy mondat, szintén 2007-es Miskolc tréning, Sajó kazára megérkezünk, és golyóék állnak előttünk, és akkor kiszállnak a kocsiból, mi nem? Mentem ér szívás? Úban. Így kezdődött, hogy... Folyamatosan osztotta őket a tízi? Nem, pont a golyó. A golyó az mindig piszkál. Meg most a Fereckitől, vagy kitől kibérlet azt a Fordot, a Sierrát, vagy mi? Historikban, hogy még volt még akkor H-csoport. Igen. És akkor azt mondja, hogy... sose felejtem, a mai napig emlegetem. Úgy elverlek, golyó. Vagy igen, úgy elverlek, hogy a hátadon fog folyni a könny. Sose felejtem, a mai napig. És semmiért, ment ki egy gyorsan, hogy golyó eltűnt az autó, megállt, az Zoli meg gyert a izét. Nem, hát sem mondtam. Igen. De ezek jó dolgok, nem? Hogy igen, ez a vérszívás, még ez nem aranybugyira ment. Jó, de hát ezt mi megcsináltuk annak idején, hogy cipő nélkül ment le egy gyorsaságit, a Goldsley. Mert szokli nélkül volt, akkor még nem volt ilyen tűzálló, meg minden 69-ben. Igen, azt úgy tudod, hogy dumálunk, várunk a izére, még mindazt, még öreg nyitna, Isten nyugosztalja, fogta, és a golyó úgy kilépett a cipőbe, mi van veled, vagy mi van, tudod, így a forró aszfalt, jól tesz a lúttalpnak, érted? És a, hogy hívják? A nyitrai átrúgtam. A cigányt, ott a cipője, dugd el. Így szoktad, hogy könnyököltünk a kocsim, mondom, lássam, kész, és eldugtam. Megyünk, indulunk, futam, tudod, ej, mi van veled, vagy mi a helybihő, vagy mi egymáshoz, hol van a cipő? Hát mondom, az annyira elrohadt, hogy átesett Kínába, kirohadt a föld. Most ne van már, most mi van már veled? Már most tényleg már, együtt már most, mezitláb kell, hogy menjek. De akkor, amikor átmentünk, azt hiszem, ez
Csobánka Pilisvörösvár lehetett talán, és akkor a végén odaadtam neki. Mit van, mondom, nem ennyi egész. Á, most még annyi pénzem sincs, hogy vegyek egyet itt az A-Facebook-ban. Az A-Facebook. De nyilván szívtátok egymás, mert ment ez a cukkolás, de ezt senki se gondolta komolyan. Nem? Szóval nem volt ebből sértődés. Hát, van, ha kelletett gumi, érted, kis Attila is, érted, már van még egy tyúklább mintásot szétlúgtam, és akkor majd következő versenyt elhozom. Van még, ne, adjatok neki, hogy menj. Jó van, kis kafferbi, vagy már meghálálom. És kész. Tehát persze, működött. Adom. Működött, hogy nem működött. Most már nem annyira működött. Ezt kívánom nektek, és ez legyen egy zárszó. Ezt kívánom neked, hogy legyen ilyen majd a historik, ahol elindulsz. Igen, az angolul kell mondanom nekik. Mert akkor beszélsz angolul. Is. Angolul is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Isten éltesse a Zsoltit, vagy boldog névvel. Köszönöm szépen, pedig hagyd köszönjem meg Tóth Otto barátomnak, aki tető alá hozta ezt az egész. Az én nagy meglepetésemre gondoltam, hogy fejlőm a címet. Angliából leszervezte. Így van. Így van. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, ahogy a Cigi mondta az elején, iratkozzatok fel, kommenteljetek bátran, szerintem találkozunk még. Ő nem fog. Találkozunk még Várga Cigán Zolival, de az biztos, hogy ha kész lesz a Historic ProDrive autója, akkor azt abban nagyon szívesen beleülnék majd. Azt el is hiszem. Sziasztok!